Szorult helyzetben van Klem Ferenc, Békés megyei vállalkozó, rakodókat és sofőröket foglalkoztat. Kevesebb, mint felére zuhantak a megrendelései a koronavírus miatt. Már hetekkel ezelőtt arról beszélt, hogy rajtuk csak állami támogatás segíthet. Az idei év az nekem választó vonal lesz, hogy teljesen meg kell, hogy szüntessük a vállalkozást a telephelyen. Be kell, hogy zárjuk. De ha lesz támogatás, valami, akármilyen kevés, akkor lelkesedés is, esetleg újból bizakodásra adok ott. Az elbocsátások elkerüléséhez várnak segítséget a vállalkozók a járvány második hullámában az európai gazdaságot sújtó legfrissebb korlátozások miatt. Az úgynevezett Kurzarbeit visszaállítását sürgetik, hogy ismét az állam fizesse a bérek egy részét rövidített foglalkoztatás esetén. Ez a támogatás már harmadik hónapja nem igényelhető. Fontos megbeszélésen vagyok túl. A miniszterelnök ma a kereskedelmi és iparkamara elnökével tárgyalt, majd a Facebookon azt közölte, most a kis és középvállalkozás a legfontosabbak a kormánynak. Ők azért kiemelten fontosak, mert ők adják a legtöbb magyar embernek a munkát. Most egészségügyi döntések jönnek, aztán ismét gazdasági intézkedések következnek. Várom a kamara javaslatait. Megkérdeztük a kamara elnökét, miután távozott a miniszterelnöktől. Azt mondta, a kormánynak több pénzt kell hagynia a munkaadóknál. KKV szektorban mi azt mondjuk, hogy adócsökkentés, az az állításunk, hogy akár a tányát, társasági nyereségadót le lehetne vinni 5%-ra egy esztendőre, az iparűzési adót fel kéne függeszteni, akár egy évre. Én ezt javasoltam a miniszterelnöknek. A kamara szerint a turizmusban és a vendéglátóiparban van a legnagyobb szükség a további célzott intézkedésekre. Amennyiben a vendéglátóhelyen nincsen forgalom, tehát magyarul bezárják, megszűnik, akkor ebben az esetben az állam fizesse ki a bér 50%-át és engedje el a köztehernek a teljes összegét. A kamara a karácsonyi és a szilveszteri forgalom durva visszaesésével számol, ezért azt is kérik a kormánytól, hogy az állam térítse meg a szállodáknak a lemondott szállások költségének 80%-át. Nem hazudok, azt mondom, hogy a köszöntlevő párbeszéd az kellően erős, szerintem a javarészét a javaslatainknak el fogják fogadni. A pénzügyminiszter alig több mint egy hete árulta el a kormány legfrissebb gazdasági előrejelzését. Azt mondta, az eddig várt 5% helyett már akár 6,5%-os is lehet a visszaesés idén.